Hirdes vagy keres a használtautó.hu-n. Ez már a drága, kedves nézők és kedves hallgatók. Igen, hogy? Nagy rajongással köszöntünk benneteket abból az alkalomból, hogy fölnéztünk mobiltelefonunkból, és mindjárt elmegyek és becsukom az ajtót ráadásul, hogy jobb legyen a hang. Igen. És már is be fog hozzánk ülni Szentkuti Ákos, akit majd az adás egy pontján meg fog kérni, hogy legyen kedves fölállni és bejátszani azokat a képeket. Igen, ugyanis szerkesztőségünk széttagolódott, mert Nyegleó, aki normális körülmények között a pultot szokta kezelni, jelenleg a holnap utáni, vagyis vasárnapi, magát a tapot készíti elő, vagy még csak a parkolóparádét? A parkolóparádét készíti elő. Egyiket sem. Egyiket sem. A nála tesztel lévő iCamper tetősátort adja vissza, és hozzá egy másikat. Képben voltam, mint a Mona Lisa. Igen, abszolút képben voltam, és mindez itt történt egyébként a szerkesztőség előtt, tehát hogyha kinéztem volna, akkor megláttam volna, csak akkor szét kellett volna feszíteni a Reluxának az a tudod, van az jellegzetes mozdulat, amikor így látod, hogy így szétpattad a Reluxának két ágat. Amikor igen. Hívják be a rendőröket, akik éppen rosszat csináltak, halálos fegyver. Azaz, na úgy kellett volna kinéznem. Igen. Egyébként Nyegleónak... Bocsánat, én is csak azért vagyok képben, mert magam is azzal a kurva nehéz iCamperrel izmoztam az elmúlt 15 percben. Nagyon nyomasztó dolog. Tudod, akkor egy kartondoboz próbálsz megfogni, amit nyilván fogásra alkalmatlan, igen. Hiszen egy kartondoboz. És föl kellett emelnetek fejmagasság fölé, vagy ez most még nem az a fázis nem, volt? Nem, élére kellett állítani, és be kellett rakni egy kis teherautóba, a másikat kell majd. Magát az iCampert úgy könnyebb fölrakni, mert azt meg lehet fogni. Amiről most beszélünk, az egy tetősátor. Igen, igen, és nem tudom, tudod-e, hogy amikor erőemelő versenyekről tudósított a Fekete Laci, és ő mondta ezt, hogy hát nagyon nehéz megítélni a kőgolyó foghatatlanságát, és nekem ez a foghatatlanság szó, ez így kanonizálódott, és hogy ennek a kurva iCamper doboznak is van egy foghatatlansági tényezője, mert hogy rohadtul nincs úgy kitalálva, tudod, mint mondjuk egy TV doboz, hogy van rajta egy ilyen luk, hogy betedd a kezed, vagy ilyesmi. Tehát, hogy a doboznak az ipari formatervezésre nem vagyok elégedett. Arra számítottak, hogy akinek van pénze, iCamperre, annak lesz pénze gurtnira. Meg fogd megekre, igen, akik pakolják. Tegnap, a tegnapi TC híradóban, amit remélhetőleg ti is láttatok, de ha nem láttatok, akkor tudjatok róla, hogy minden nap híreket mondunk a YouTube-on, a Total Car csatornáján, és a tegnapiban pont előkerült ez a tetősátor kérdés, mert elhűlve tapasztaltam, hogy a Porsche kiadott hivatalos tetősátrat a 911-hez. Tehát, hogyha ezt a mondatot azzal kellett volna befejeznem, hogy mondjuk a Cayenne-hez, vagy a Macanhoz, akkor így úgy lettem volna vele, hogy jó, hát végül is így mérne. De nem, ez a 911-hez érkezett, és többször ellenőriztem, tehát értem forrás kritikával, megnéztem, visszavezettem a forrást egészen a hivatalos Porsche press site-ig, hogy kiderüljön, hogy itt nem félreértette valaki valamit, de nem ez a tökre legnagyobb létező valóság. És Én nem tudom, Anti, neked több ilyen fiatal Instagram pozitív gyanús ismerősöd van, mint nekem, mert én már kifelé öregszem ebből. És te vagy a boomer, én vagyok a zoomer? Így van, igen. Pontosan. És hát nem is véletlen, hogy ide te vonzódsz az MX-5-höz. Igen, de figyelj, az egy ilyen unalomig ismételt mantra, hogy a 911 az a tökéletes platform a bármihez. Mindenre. Hogy igen. Abból van a kényelmes GT, abból van a pengeéles pályagép, és igazából eddig szeretjük gondolni, de hogy ennél sokkal szélesebb skálát fed lehet. Ugye ott van a Tuthill Porsche, aki konkrétan Baha autót épít neked 911-es alapokra, ráadásul még a régi léghűtésesekre. Nagy pontosan. Bót, nagy kerék, és kőkeményen veretnek vele mindenen. És ez hiányzott nekem tegnap, csak ez ugye nem fér bele a hírhadárásba, nem fér bele a kifejtős résznek minden eleme, hogy óriási kihagyott zicsernek tartom, hogy ezzel párhuzamosan 4 millió forint a tetődoboz, mármint ez a sátor. A Porsche specifikus. A Porsche specifikus kivitelben, és hogy nem lehet mellé x-elni másik 16 millióért egy emelő kitett bütykös gumival. Készül. Gyárit. Készül. De hol van? Kommentet, hogy ahogy a Lamborghini Gallardo-ból is kihoztak most egy biztos valami nyomasztó olasz neve van, nem tudom. Tremantoni, vagy valami ilyesmi. Speciale. De a hegyre menős. A hegyre menős, gondolsz? Úgy van, úgy a 911 is most már másfél. A montagna. Passo. Igen. Szóval, hogy van odasz a bütykös gumi, hogyha valaki követi Twitch-en, és ezért most van alkalom, úgyis számítógép előttől mi nem akarunk elmerülni a nyomkodásban, Nyegleó pedig nincs itt, hogy képhatáron kívül beírhatná, úgyhogy legyen szíves, valaki keressen rá nekünk a Twitch-es nézők közül, hogy a bütykös gumit ezt hogyan lehet olaszol. Rendes troll lennék, akkor most azt mondanám, hogy ugye LM002, de úgy hívják, igen. Hogy... És tényleg elkezdtek kinézni
a számítógépéből. Sterrato. Sterrato. Tudtam, hogy van sok ez benne. A, de ez a hivatalos neve, tehát ez nem a bütykös gumi, hanem ez a hivatalos. A hivatalos a létező. Igen, Lamborghini Sterrato. Igen, hogy most már két éve vannak kémfotók egy ugyanilyen 911-esről is. Tehát, hogy a 911 megcsinálja házon belül azt, amit eddig mondjuk a Tuthill csinált, vagy a Gemballa, hogy tudsz venni. Vagy amiből a világ legszexibb prototípusát csinálta a Singer. Igen. Ugye ők is készítettek is egy van. Ilyen baha jellegűt egyszer. Így van, tehát hogy ez úgy tűnik, hogy a Porsche is felismerte, hogy ez egy úgynevezett vásárlói igény, és ha belegondolsz, ugye azokban az országokban, ahol kifejezetten nagy az igény a mindenféle sportautókra, ott jellemzően autoriter rezsimek vannak, meg szarutak. Tehát, hogyha igen. Nekem uralon túli gazdag emberként kéne vennem egy 911-es Porsche-t, akkor valószínűleg egy ilyen bütykös gumis, nagy rugóutas, pufi gumisat vennék, mert hogy azzal tudok autózni a valóságban, nem csak azon a 12 méteren a dácsám előtt. És innen látszik, hogy hogyan fejlődnek a társadalmak, hogy ugye ameddig egy társadalom a fejlettségnek egy viszonylag alacsonyabb fokán áll, ahol van egy nagyon szűk uralkodó osztály, amelyik magától rendelkezik a természeti erőforrások is, így aztán a pénz fölött, az nem költ az ellopható pénzből arra, hogy utakat építsen, és aztán azon veressen, hanem kénytelen megvenni az emelt Porsche-t. Viszont, hogyha egy kicsit érettebb már egy országban a társadalmi berendezkedés, például mit tudom én így Közép-Európa környékén, akkor az van, hogy már fölismeri, hogy az infrastruktúrára költésből is el lehet lopni ugyanazt a pénzt tulajdonképpen, és akkor egyszerre vannak utak is, és ellopott pénz arra, hogy lehessen rajtuk veretni, de valahogy megmarad a magas autókhoz vonzódás. Így van, és szerintem ez tökéletesen ez a szociológiai folyamat, ez levezethető mondjuk a G63 AMG-ből, csak ugye az a másik irányból indult, az potens terepjáróból lett ilyen sima aszfaltos odabaszó, mert végbe ment ez a folyamat, amit mondtál, csak hogy vannak állítólag olyan országok, ahol népszerű ez a G-osztály, ahol az utak már néha egész jók, de még azért annyira nem, és azért egy G-osztályban ezt tökre lehet kezelni ezt a helyzetet. És tök érdekes, hogy a G-osztálynak pont nincs shooting brake változata, pedig hogyha meg kéne határozni azt a járművet, amiből van. Leginkább szoktak lőni. Van. Van neki shooting brake-je? Kabrió. Tehát, ja, de rendes vadászautó, arra gondolsz. Hívják, hogy G-osztály Landaulet. A Landaulet az Landaulet, ugye? Ha franciásan értjük, akkor igen. A Landaulet. Tanultam franciául, csak már nem emlékszem semmire. Szóval, hogy a Landaulet az ugye egy G-osztály stretch limó, megemelve portáltengelyekkel, és úgy, hogy hátul nyitva van, hogy miközben ott elnöki kényelemben ringatózol, elővet a puskát, és akkor ilyen ellenzéki politikusokra, vagy nem is tudom, védett állatokra tudsz lövöldözni. Vagy eleve elkábított és megkötözött védett állatokra tudj lőni egy valamilyen AR-16-tal, vagy egyéb ilyen amerikai iskolai mészárlásra rendszeresített automata fegyverrel. Igen, igen, de közben azért felugrik 5-5 alatt 100-ra, meméne. Szóval, hát ha nehogy Isten az lenne, hogy mégis alul dozírozták a szegény szafari parkban elkábított rinocéroszt, akkor még legyen esélyed elhajtani. Hát lehet, hogy én rossz rendezvényen jártam, de se bütykös gumi, se G63 AMG nem volt a Hungaroringen, körülbelül egy hete. Dicsekedni akar! Rögtön felismertem, hogy Ákos dicsekvésbe fordul. 10-es listán 7-esre értékelném az átkötést, tényleg folytasd. Nagyon szép, valójában ennél többre is értékelhetnénk, hogyha nem lenne ennyire felháborító az irítség, amiközben föltámad az emberben. Nagyon off kérdésre a válasz igen, láthattál. Belga nos. Koncerten volt Ákos, nem, csak azért, mert nem akarok bocsánat, kiszúrni igen. Azokkal, akik nem látják az elénk rakott Twitch falat, azt kérdezték, hogy őt láthattuk-e belga koncerten a parkban, és igen. 20 év belga hallgatás után megtudtam, mi az a belga. Én nem tudom, mi a belga. Amikor elfogyott az unikum, és oldalára fordított az üveget, és ugye a gömbszörpnek így a maradványa így összecsorog az aljára, és az még egy korty. Na, álltok az a belga. Ilyen félalkes szaknyelven. De ez jön valahogy, tehát etimológiailag van ennek sztoria? Nem, azt mondták, hogy ezt egy belga ember találta ki, hogy ez működik. Azt ne kérdezz, hogy miért. Mert amúgy az lett volna a zenekar neve, hogy a Hóbagoly visszanéz. Igen, 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 igen. Valljuk be, ennél a belga azért jobb. Hát a lényegesen jobb. A Hóbagoly visszanéz, az hordoz magába egy ilyen belpesti értelmiségi, magas igen, kulturális... Igen, ilyen fiai hangulatú cucc egy kicsit. Igen, a belga meg ugye hagyományosan nem az. Igen. Igen. Hála Istennek. És ezt csak azért szúrtuk közben, hogy Ákosnak egy kicsit még szenvednie kelljen, mielőtt elmondhatja, hogy mennyivel jobb napja volt, mint így akár nektek. Vagy bármelyiknek. Igen. Bármikor mostanában. A politikai és kulturális kitekintőnk után, akkor most beszéljünk autókról. Meséld el, milyen volt a Hungaroringen Candy Porsche-knak. Jó.
Köszönöm, nem gondoltam volna. Igen. Örülök, hogy velünk tartottatok. Köszönjük szépen a hallgatást. Volt a rendezvény sorozat bármelyik pillanatában szűzhártya szakítás nálad? Akármilyen értelemben? Vezettél-e már olyan Porsche-t, amiben a hátad mögött van a motor? Hát most már igen, előtte nem vezettem. Na, tehát, akkor, akkor ezeket az első élmény volt? Ez nekem abszolút első élmény volt, és többek között ez volt a selling pointom, hogy miért én menjek el. Meg hát gyors is voltam, tehát azt is hozzá kell tenni, hogy a reagálás az... Bocsánat, ezekkel az autókkal lassúknak lenni az nagyobb kihívás, mint gyorsnak. Nem a versenypályán volt gyors, amikor le kellett csapni a lehetőségre, akkor volt gyors. Ezt elmondom, közbeszúrok még valamit, hogy vagyok. Még tovább kínozzuk szegény Ákost és az ő történetének a lendületét, hogy van egy ilyen hagyomány, hogy a szerkesztőségekben bizonyos autógyártók időnként, amikor szerveznek valamilyen versenypályás konvojos eseményt, akkor küldenek meghívót, hogy honnan fogadnának rá embert. És jellemzően ilyen jellegű meghívó az Asztava gyárból ritkán jön, és annál sokkal sűrűbben, de sajnos még így is fájdalmasan ritkán érkezik a Porsche-tól. És az szokott lenni, hogy mondjuk, hogy átlagosan egy évben, vagy két évente egy ilyen, a fene tudja, most már ezt nem tudom pontosan megmondani. Idén már szerintem ez a második, mert volt a Chipster Máté is nem olyan régen. De az régen. Nem pályás volt. Nem pályás volt. Nem szeretném hergelni a kedélyeket és a gyűlöletet elvonni Ákosról, de én 3 hét múlva megyek GT3R-esre Silverstone-ba. Sajnos nekem szerintem mennem kell. Szerintem utáljuk készülnöm a híradóra, innen megoldod egyedül is. Amikám lehozod a hátralévő pár percet az égéstérből gond nélkül. Nos, tehát. Hogy innen látszik, hogy a mi szerkesztőségünk mennyire jó fej, hogy nem hiénázzuk el szenior kollégaként, vagy korábban hatalommal visszaélő, magasabb beosztású kollégaként ezeket a lehetőségeket, hanem az szokott lenni, hogy az első választási lehetőséget, aki lecsaphat rá, az általában a juniorabb kollégák közül esik ki, akik még Porsche szűznek, vagy versenypálya, és vagy versenypálya szűznek számítanak. Ennek amúgy van egy olyan vonzata is, hogyha esetleg véletlen valamilyen oknál fogva nem térne vissza az adott rendezvényről, akkor nem veszítünk akkor a tudásbeli... Pontosan. Tehát ez nem lesz akkora deficit, hiszen egy még kineveletlen pada van. A pufferek világában úgy hívják az ilyet, hogy last in, first out, ez a LIFO rendszer. Amikor aki utoljára érkezett, azt küldjük mindig a legveszélyesebb feladatokra. Na hát, és akkor így került Ákos a Hungaroringre. És kérlek, mesélj róla, hogy milyen volt. Azon túl, hogy jó. Hú, de jó kis rósztal kezdtük ezt. Nagyon-nagyon élvezem. Tudom, majd eltérünk rám, nyugi. Elmondom, hogy miért nem én voltam a Porsche rendezvényen. Folytasd, kérlek. Én igyekeztem úgy csinálni ezt az egészet, mert 8 autó volt, és két csoportra bontva először a kvázi nem sportautók és a sportautók, tehát így volt leosztva. Ezt olyan szépen tudják mondani. A két autós modellek és a négy ajtós modellek. A két ajtós modellek és a hétköznapibb. Igen. Hétköznapibb termék kategória. Szerintem egy Porsche PR-os inkább meghalna, mint sem, hogy hétköznapibbnak minősítse az egyik autóját a másikhoz képest. Van humoruk. Én egyszer voltam egy Porsche Macan bemutatón valahol Portugália déli részén, ahol kibéreltek egy kompot, hogy az összes Macant átvigyék az egyik földrevről a másikra, és azt mondták, hogy ez itt egy Ferrari Porsche. És ez nem én voltam. Ez nem én voltam. Nagyon sajnáltam, hogy nem én voltam, de nem én voltam. Egy jó Porsche Ferrari. Na, hát szóval egy ilyen rendezvény az körülbelül úgy néz ki, hogy elől megy egy instruktor, és mögötte megy 4 autó, és igazából egy ilyen kígyószerű mozgást kéne ott bemutatni. Az instruktor az egy viszonylag komfortos tempóban közlekedik, és mögötte pedig nagyjából egyenlő távolságra kell haladni. Nyilván az instruktor az úgy vezet, hogy a leglassabbhoz alkalmazkodik, és úgy próbál mindenkinek komfortos felületet nyújtani, és hát ez az első néhány autónál még nagyon érezhető volt, hogy nem hogy a határokhoz, de még az élvezethez sem mentünk olyan nagyon közel. De ezek még ugye nem olyan autók voltak, amikért igazából oda mentünk, tehát volt egy... Challenge Jeep? Figyelj, úgy kezdtük, hogy beültünk egy Panamera turbóba, és e-hibrid. Volt előtte kötelező agytágítás? Tehát ki voltatok képezve, hogy már kellő tisztelettel üljetek be bármibe, vagy csak simán beleültetek? Nem volt útolva, tehát Walter Csabi az nem tűnt egy ilyen keményen átmosott. Nem egy beszélő csávó, ő a tettei beszélnek. Igen. Elmondta, hogy mit fogunk kipróbálni, de nem mentünk bele a nagy szavakba, szerencsére, ami igazából akkor ott hát jó is ilyen, volt. Hát ilyen, amikor egy gyár ugye hisz a termékben. És van is miért.
teszem hozzá. Szóval ott még úgy tényleg az történt, hogy ismerkedtünk ezzel az egész világgal, hogy baloldalt van a kulcs, pontosabban a gomb, és hogy ott lehet beindítani, meg összességében azzal, hogy milyen egy ilyen autó. És akkor utána jött a Cheyenne Jeep, ugye? Aminél az volt az óriási érzés, hogy kiderült, hogy mennyire sok az a 300 kiló, ami a Cayenne-nek a Turbo GT változata közt van, ami most a legdurvább változat, és az e-hibrid, ami meg egy szintén baromi erős, de nem annyira erős, tehát ilyen, azt hiszem, hogy a Cayenne Turbo GT... itt a könnyebb autónál beszélhetünk 2,1 vagy 2,2 tonnáról. Így van. Tehát azt hiszem, hogy 2150 és 2480, valami ilyesmi volt a különbség. De alapvetően ugyanaz a Cayenne. Tehát ugyanaz a Cayenne, ugyanaz a gumi. Kövér, kés, tehát talán nem két és fél tonna körül szerintem használhatjuk a kövéret. Egészen nyugodtan, tehát igen. Nyilván ez egy óriási autó is mellé. Nagy SUV-ről van szó. És igazából Ákos is tudja, hogy Cayenne-nek kell mondani, úgyhogy ha tudja, hogy nem küldted el az üzenetet, csak gépeled, akkor nyugodtan hagyd félbe. Viccelt. Igen? Ezt elmondjuk, hogy Cayenne, hogy neked már ne kelljen leírni, úgyhogy... Ójjaj! Na, és hogy a Turbo GT-re meg kéne figyelni, hogy hány mély belégzés van egy olyan égéstéren, ami személyesen részt vesz az Anti, és hány azok van, ahol nincs itt. Itt valaki szóvá tette, hogy milyen rég volt a égéstérben, hát ennek okai. Így van, ez egyáltalán nem véletlen. Szóval, hogy a Turbo GT az ugye egy rohadtul erős, rohadtul nyers, rohadtul hangos autó, aminek a legizgalmasabb pontja az volt, hogy átéled, hogy hogyan hangolják kipufogóval hátra a motort. Tehát, hogy ugye nyilván nem a hátad mögött van az a motor, és amikor beülsz egy tényleg farmotoros autóba, akkor átéled azt, hogy milyen, amikor tényleg ott van a motor a hátad mögött, de az a show, amit rendez, én nem tudom, hogy biztos, hogy itt óriási mérnökórák mennek el arra, hogy a kipufogónak nem csak, hogy milyen a tónusa a hangolásának, hanem hogy az honnan jön az a hang így érzésre. Hát mondjuk valójában annyira nehéz dolgok nincs, tehát egy ilyen 1,4 literes V8-os, amit minden gyártó használ most már, amit még ráadásul két hengerek középített turbó jól meg is folyt, abból azért nem jön olyan nagyon izgalmas hang előről. Tehát nem olyan, mint mondjuk, amikor egy VTEC Hondát forgatsz, és még az 1.6-osról is azt hiszed, hogy te vagy a Senna, de ez tényleg csak kipufogóval tudják megoldani, szerintem. Illetve... ugye biztos ti is találkoztatok már autóban is, meg sajtóközleményben is azzal, hogy az autó szórakoztatóipar egy, mit tudom én, nagyjából másfél-két évtizede feltalálta azt, amikor a hangszórót azt úgy építik be, hogy valójában nincs membrán hozzá. Nem a szélvédő, a membrán mondjuk. Vagy a szélvédőfal, vagy a műszerfal, vagy akár az ülésváz. És az történik, hogy ezeket rázza, ugye az elsősorban az alacsony frekvenciákat szokás ezzel átadni, vagy legalábbis onnan indult az egész, tehát ilyen mély hang élmény kiegészítésnek találta fel eredetileg ezt a szórakoztatóipar. Tehát olyan, mintha egy subwooferről lenne szó, aminek egyébként nincs membránja, és valójában nem sugároz le mély hangot, hanem az történik, hogy azzal a mondjuk elvárt 23 herccel, azzal rezgeti a székvázat, és ezen keresztül ugye átjön az élmény, és ezt valójában tökre bele lehet rakni sportautóba, ráadásul ezek sokkal könnyebb és alacsonyabb teljesítményigényű dolgok, mint hogyha ténylegesen akusztikai hullámokat kéne előállítani. Hát igen, meg ahogy ez átmegy az NVH teszteken, hogyha kinyitod a kipufogót, az nem. Így van, sajnos igen. Ákos, nagyon nagyra becsüljük, hogy lentről indítottad ezt a sztorit, de azt mond, milyen volt milyen a GT3. Hadd építse már. Próbáltam fölépíteni. De én engem érdekel a fölépítés, várjál, még térjünk vissza egy pillanatra. Tehát ott ülsz a 2,5 tonnás, hogy is hívjákban, Porsche Cayenne valamiben. Turbo GT-ben, az, amelyik nem hibrid, ugye? Ez most a leggyorsabb Porsche. Igen, és biztos, hogy a... valahol létezik egy olyan kategória, amit a Nürburgringen ezzel nyernek meg. Megboldogult Berki Krisztián fürdőn a drágos kategóriája. Igen. Parancsol. Olyan kategóriát nyer meg, amiben csak ő indul. De amúgy nem, hiszen ott van a Lamborghini Orosz, aztán ott van a Jeep Grand Cherokee Trackhawk, aztán ott van az Audi RSQ8,
aztán ott van a Ferrari Purosangue. Lesz jó, egyszer. Hát, de a Maseratinak is van most már ilyenje. Tehát, hogy egy igazából, jó Model X Plaid, ugye? Model X Plaid. Nem mentek még oda soha, és nyilván egy kört nem is tudna szegényként végigmenni rajta, hiszen ez fékezni. Lassan igazából kéne. Szerintem annak is meg lehet adni. Tehát ahogy a Model S is megoldja már, én szerintem hamar megkapja ezt a technológiát, a Model X is. Anélkül, hogy elindítanánk ezt a Teslás témát. Igen. De hogy azért... Itatod rendesen a hallgatókat, én direkt nem mondtam márka nevet. Szóval lenéptelenesztük ezt a kategóriát, amiben lassan többen vannak, mint a szupersportautók. Igen, ez egyébként rohadt nyomasztó, de igaz, hogy a szupersport SUV az egy dinamikusabban fejlődő kategória. Igen, mint maga a szupersportautó. Igen. És az a durva, hogy mondjuk használni. A sport pickupnak is egyre több versenyzője van, ami még groteszkebb, mint a sport SUV. Na de Ákos, kérlek. Nos, szóval ott ülsz benne, és hát nyilván óriási gyorsításokat, meg óriási fékezéseket élsz át, és akkor így kb. Azt tud meglenni, hogy mondjuk egy C1-es végi ráfordítóba kb. Ugyanazzal a tempóval rakod rá a Cayenne-nek a turbóváltozatát, turbo GT változatát, mint a e-hibridet. És ugyanaz a gumi, ugyanaz minden, ugyanaz az ív, hiszen az instruktor az tűpontosan pont ugyanott fog menni, mint ahol előtte ugyanakkor. Kb. Ugyanakkor fog fékezni, ugyanakkor fogja elengedni, és te is így mész mögötte. És hogy az egyiken így sikít a gumi, és azt érzed, hogy hú, hát itt most valami itt tájidegen ennek a járműnek, és ugyanez a Turbo GT-vel rohadtul nem volt meg, és biztos vagyok benne, hogy aki jól tud vezetni, és akár van nagyon sok versenytapasztalata, az egy ilyen Cayenne Turbo GT-vel szerintem tud tök vállalható köridőt menni, akár a Hungaroringen is. Mi nyilván nem mértünk időt, de legalább nem voltunk kibójázva. Tehát ez egy visszafogottabb rendezvény ennél. Tehát rendes full köröket lehetett menni, és nem volt mesterséges lassító mondjuk a célegyenes közepén, mint bizonyos más rendezvényeken. Annyi kiegészítést tennék, hogy olyannyira vállalható köridőket tud, hogy most ez a leggyorsabb hobbi terepjáró a Nordschleifén. Ami hát eleve önmagában nehezen értelmezhető dolog. Vannak ilyen gyári sajtófotók, hogy ez a szar 15 centi magassal repül a fúszőhe után, amikor följön az emelkedőn. Mert igen, mert képes rá. És egyébként közben meg az van, hogy az egészet egy ilyen nem, tehát nem kényelmetlen, és alapvetően érzed benne a fizikát. Tehát ez volt utána később a nagy meglepetés, hogy ezt lehet úgy is csinálni, ugyanolyan sebességgel, hogy közben nem érzel semmit. És hogy a Cayenne az abszolút nem ilyen, és ilyen szempontból, hogyha választanom kéne egy autót, amivel valakit be kéne szaratnom valahol, akkor lehet, hogy egy ilyen Turbo GT-vel nagyon simán meg lehetne csinálni, mert egyszerűen ebben azért érzed azt a kanyarsebességet, azt a kis dőlést, azt a tehetetlenséget, ami benne van, amikor irányt vált vagy fékez. Egyébként meg egy tök jó kocsi. Mondhatok autókat, amiket elver a Cayenne Turbo GT a Nordschleifén? Mondj. Koenigsegg CCR. Micsoda? Nissan GT-R, a 2011-es változat. Jó, az oké. Okay. Lexus Elephant, Nürburgring package. Micsoda? Nissan GT-R V-spec, AMG GTF, GTS, RUF RT12. Az RT12 két másodperccel van mögötte. McLaren 650-es, az új M3 Touring, az új Audi RS3, a Model S Plaid, ez mondjuk 21. szeptember 9-ei, az NC1-es, tehát az új Honda NSX, és akkor mondom, hogy mik vannak előtte. De tudod, miért van ez, Anti? Mert ugye mindenki azt mondja, az első közhelyemét mindenki tud a Nürburgringről, hogy nagyon szar a felülete a pályának, és ilyen, azért rendesen megdolgoztatja a futóművet, nem olyan, mint hogyha az ember egy ilyen tükörlapon a kokain mellé tenné a versenypályát, és dobál akár össze. Hát figyelj, a Cayenne Turbo GT az 8/10-re van a 911 GT3 RS-től. Nem az aktuálistól, hanem amelyik kifutott. Azért az elég riasztó. Ez nagyon riasztó. Ráadásul egy nagyon hosszú pályán, nagyon. Tehát ez 8/10-re lenni az Euroringen, az nagyon más, mint 8/10-re lenni ezen a 21-nehány kilométeren. Ha van alkatrész, aminek nem lennél a helyében, az a Cayenne Turbo GT féke a Nordschleifén. Hát igen. Az biztos. Miközben kergeti a GT3 RS, de az a 8/10 az azt jelenti, hogy feltűnik a GT3 RS, áthalad a célvonalon, és te még nem tudod visszafordítani a fejedet, hogy igen. Megnézd az áthaladó Turbo GT-t. És itt igazából ezen a ponton így megérted, hogy miért veszik. Mert rohadt gyors, és nem akarsz egy ilyen kőkemény... Nem. Nem érted. Ezért, de
csak rossz felé keresed a megoldást, hogy azért veszik, mert ezt a mondatot el lehet mondani róla. Tehát ezért az adatért veszik, igen, hogy ezeket végig lehet sorolni, nem azért, mert a vevők közül bárki a közelébe kívánna menni a Nürburgringnek, vagy bármilyen más ringnek, leszámítva esetleg azt a ringet, ami valamelyik körút ugye a német anyanyelvű országokban, de ezen kívül nyilván senki se csinál velük semmi ilyesmit, hanem jó esetben megpróbál megalázni vele a valami zöld lámpánál valami szerencsétlen polgártársat, akinek nem futott-e ilyenre, hanem mit tudom én, csak egy ilyen egy szar X6-tal ácsarogott. Turbo GT-t nem vezettem, de ilyen lámpától elindulós tahórajtót csináltam Lamborghini Urussal, ami hát ugyanez az autó tulajdonképpen átdobozolva. És utána visszamentünk megcsinálni még egyszer, és az volt a nagyon szürreális látvány, hogy bekapcsolt menetbiztonsági elektronikákat közúton, ugye ilyet nem kapcsolsz ki egy ilyen autóban. Szóval bekapcsolt menetbiztonsági elektronikákkal volt egymás mellett négy nagyon széles gumicsík beleégetve az aszfaltba. Mert ez olyan. De állórajtot nem vehettünk nyilván a Hungaroringen, meg lehet, hogy ott talán nem is égette volna bele annyira, meg mit tudom én, tehát nem is voltunk Sport Plusban, csak sportmódban. De miért? Ez volt a szabály. De miért? Nem volt hozzá valami indoklás? Megkérnek rá, de előtte aláíratnak egy olyan papírt veled, amiben 10 000 euróig vállalod az önrészt. És ez kellő lelki nyomást helyez rá, hogy stikában ne kattintsd át Sport Plusba. Tehát az az indoklás, hogy mert Sport Plusban többet enged az elektronika, és lehet, hogy pont ráengedi azt a... Többet enged. Lényegesen többet azt a 15 enged. Fokot még így esetleg perdületben, ahonnan már nincs visszaút mégse. No de, egy ilyen tantrikus hosszúságú előjáték után jussunk a kibaszott falos Porsche-ként. Jó, hát akkor van egy rossz hírem, nem mondom el, hogy milyen jó volt a Taycan, mert amúgy jó volt. De várjál, mert még a Taycan előtt a... Tehát van ez a két Cayenne, ami közül az egyik sokkal nehezebb, ez az e-hybrid, az sokkal nehezebb, igen, mint ez a másik, aminek mindig elfejtem a betűit. Turbo GT. Turbo GT. Mi a műszaki különbség ezek között? A Turbo GT az nagyjából 150 lóerővel erősebb. De egy másik motor van benne, vagy ugyanaz? V6-os van az e-hybridbe. Tehát kettővel kevesebb henger van benne. Kevesebb henger, és jóval kevesebb lóerő, de rendszer teljesítményben azért így sincs annyira elmaradva, hiszen ugye ott van mellette a villanymotor. Vezettem és ezt a tápláléklánc szerint egyébként a legerősebbnek a benzines sokbetűs van számva, mondjad már. Turbo GT. A Turbo GT. Mert szerintem régen... most már Dovke csinálja. Igen, tudom. Nem, az van egyébként, hogy volt egy ilyen időszak, lehet, hogy valaki írja már be a chatbe, hogy Turbo GT, mert igen, akkor oda pislantok és elolvasom. De hogy nem úgy volt régen, hogy a Panameránál direkt úgy rakták össze a modellsort, hogy annak a teteje az e-hybrid volt, hogy azt lehessen mondani, hogy ez egy... Egyenes vonalú gyorsulásban szerintem mindenképp az. És de várjál, ott az e-hybrid, e-hybrid, az V8 biturbo hybrid, de van egy... Panamera sima hibrid, ami V6 turbo hibrid. Viszont a Cayenne-nél szerintem csak a V6 turbo hibridet csinálták, meg nyilván a platform az közel ugyanaz, meg a hajtáslánc elemének a 95%-a csereszabatos, de hogy a Cayenne-nél nem csinálták meg a V8 hibridet, amennyire tudom. Aztán igény valószínűleg lenne rá. Biztosan. Szóval, és az egész, tehát egy olyan... Nagyon szépen köszönjük a kommentelőinknek. Olyan monumentális elő- és hangrobaj volt abban a Cayenne-ben, hogy az valami döbbenet. A Taycanban nem volt ilyen. Micsoda? De? Hogy érted ezt? Hát én ezt úgy fogalmaztam meg, hogy igazából a Taycan az valószínűleg pont ugyanolyan tökéletesen jól ment, mint bármelyik másik, csak közben kevesebb inger segített ezt átélni. És emiatt a Taycannak a belterét tudtam jobban megnézni, amiről már korábban beszélgettünk, hogy most akkor tényleg hitványabb-e a villanyautóknak a beltere, mint a belső égésűeknek, de én egyébként a Taycanban, abban a Taycanban ezt azon a ponton egyáltalán nem éreztem. Nyilván nem is volt opció arra, hogy mit tudom én, zörögjön egy úthibán, mert úthiba az éppen nem volt. Nem az örgésre gondolok, csak hogy mennyivel ízlésesebb és finomabb egy Panamera belseje. Nekem rohadtul bejött a Taycannak ez. Na jó, a kijelző. Jó, te ilyen tekicsávó vagy. De ez igen. Nem lehet egy ilyen konfigurációs kérdés? Pont az EKE kapcsán beszélgetünk róla, hogy az EKE-ről neked is, ugye ez a Mercedes E-osztálynak az elektromos változata,
És szerinted is kicsit elkeserítő volt a belseje, amit én próbáltam, annak is nagyon elkeserítő volt a belseje, de ott a Turai kastélyban, ahol én találkoztam vele, ott mellette állt belőle egy másmilyenre konfigurált világos belsős, ami viszont elképesztően jól nézett ki. Tehát, hogy lehet ilyen 10 millió forint érzetet csinálni színválasztásra. Az EQM-nél nem a színválasztással volt a probléma, hanem hogy mindene nyiszorgott, Ákosnak zörgött. Videófelvételek vannak a telefonján. Igen, ahogy... az enyém is nagyon nyomasztóan zörög. Igen, nyomasztóan zörög, de azóta nekem újabb dolog támogatta meg a villanyautó beltér purutyasági egyesített elméletemet, hogy most nálam volt a Volkswagen ID.5, ami egy 28 millió forintos autó, és egy 7 milliós póló belterét kapod meg ezért a pénzért. Nagyjából így. De az a póló, az végül is az egy egész tisztességesen megcsinálta. Már amúgy sincs 7 millióért póló. Bocsánat, igen. 7 millióért maximum ilyen felvenni való van. De hogy tényleg az van, hogy nem. Tehát, hogy itt sem jött és össze. És neked mi volt a Taycannal a bajod? A belterével? Az, hogy utána vezettem az Audi e-tron GT-t, ami egy Taycan, tehát, hogy egész véletlen tudom. Az is villany. Audis barátaimtól, hogy még az Audin belül is Taycanként hivatkoznak rája. Aha. És annak meg jó a belseje, hogy abban van ilyen igényes Audis szácsiszolt fabetét, hogy abban vannak kezelő gombok a kibaszott kijelzők helyett, hogy az összességében az Audis beltér, annak hamarabb elhiszed azt az 50-60 millió forintot, mint a Porsche-nak. Azt tényleg, hogy nem próbáltam rádiót állítani, vagy klímát kapcsolni, miközben vezettem a ringen, de hát azért... De ennek telefonálni kellett volna. Telefonálni kellett volna. Úgy lett volna hiteles. Szia! Igen, nem, mondtam meg, küld oda! De most már videót csetelni kell inkább, nem? Az passzol jobban most, a modern felhasználáshoz. Kérdezi a szerkesztőségi boomer. Egy ilyen 40 percre értem ide, és majdnem elütöttek a zebrán, ahol nekem amúgy zöld volt egy RAV4 hibriddel, mert nem tudom, hogy navigált vagy üzenetet írta az ember. Mielőtt ráfordulnánk a további élményére Ákosnak, szeretnék föltenni egy kérdést hozzátok, mint közlekedés pszichológusokhoz fordulva, hogy bizonyára ti is megfigyeltétek, hogy az állampolgároknak egy nagyon széles csoportja, megkockáztatnám, hogy az összes szegmens közül, az összes menet közben telefonálóból talán a legszélesebb, de biztos, hogy az első kettőben benne van, aki úgy beszél kézben tartott mobiltelefonba, hogy nem tartja a füléhez, tehát átrakja a kihangosítókra, és oda teszi az arca közelébe, igen, fölemeli, láttam, de nem teszi a füléhez. Embert. Hogy miért? Nem, tehát erre nincs magyarázat. Mi történt? Volt közben az a Ben Stiller film, a Zoolander, emlékszel? Igen. Ahol a Ben Stiller menedzserét az apukája alakította, meg nem mondom, ki a neve, szegény azóta meghalt, és ő ugyanígy telefonálta, hogy mondod, és ő mindig arra hivatkozott, hogy nem akar agyrákot kapni a telefontól. És akárhányszor ilyet látok a forgalomban, mindig ezt jut eszembe, hogy ezek az emberek nem akarnak agyrákot kapni. Én ezt úgy láttam így passzívan, amikor ültem így anyósan valaki mellett, hogy füléhez veszi a telefont, majd látja, hogy ott valahol van egy rendőr. Kihangosítja és lerakja, így mondjuk akár a váltó mellé, vagy valahova, és utána rájön, hogy úgy nem hallja. És akkor elkezdik közelebb, de az már nincs meg neki, így nem rakja össze, hogy ott már igazából tökre régen látja az, akinek ugye azt gondolja, hogy nem kéne látnia. Rosszul rögzült a jogszabály, hogy igen, nem fülhöz szorítani nem szabad mobiltelefont vezetés közben, hanem nem. Hát kézben tartani, azt hiszem. Igen, tehát teljesen értetetlen az egész. De most már igazán elmondhatnák, hogy milyen volt a GT3 és a GT4-es. Jó. A GT4-es az a, ha most modoros akarnék lenni, akkor azt mondanám, hogy az a cherry on top jelenleg talán az egész autós univerzumban. Hát én ezt készséggel elhiszem neked. Tippelem, mert sosem vezettem. Akkor kezdjük úgy, hogy mondjuk a Turbo S volt igazából az első olyan komolyabb kényelmetlen egy élmény itt ezen a rendezvényen, ami úgy hát igen csak markáns volt, tehát megszólal a hátad mögül a motor, nyilván olyan gyorsulása van, hogy megőrülsz, úgy vált a PDK, hogy ledöbbensz, és hogy így nem az történik egy a pályán végig, hogy így mekkorát autózok, hanem hogy így megyek. És így fordítom a kormányt, és az autó úgy elfordult. Tehát így nem érzed ez, azt, hogy ez a legmeghatározóbb élmény benne, basszus, amit mondasz, hogy nem az van,
hogy gázt adsz és eltekered a kormányt is megy, hanem gázt adsz és eltekered a kormányt, és elkezd dolgozni az aktív futómű, az aktív hajtás, az összkerékkormányzás, a nyomatékosztás, a minden azért, hogy amit te ott kitaláltál a sofőrülésben abból a két ingerből, hogy gázpedál, meg kormány, az megvalósuljon. És ebből az egészből annyit érzel, hogy így mész és halad. De várjál, mondom, te, meg én. Viszont én volt alkalma menni egy kört ezzel az autóval az anyós ülésen a Walter Csobi mellett az Isztambulringen pár hónapja, és ami nekünk egy ilyen kapszula, ami bármilyen tempóval elvisz bárhova, az körülötte egy ilyen szerencsétlen, lobogó lélekvesztő volt, mint amikor én a Mazdámmal megyek egy hegyeset Lepencén, csak alatta mondjuk 270-nel történt mindez, és hogy akkor így megértettem, hogy igen, minket így szép sterilen körbevisz, viszont hogyha ha hozzáértő ember kap egy ilyen autót, ami ennyit segít, akkor ugyanis így túlmegy a határain, akkor tényleg megérzed, hogy igazából ez is csak egy ilyen szerencsétlen lobogó izé a szélben, amikor 275-nél rátámaszt az első kerekeire féktávon. És ugyanúgy dolgozni kell vele, mert ugyanúgy ki kell autózni, csak sokkal, de sokkal feljebb van az a szint, ahol eléred. Simán át tudom képzelni. A Turbo S-nél tényleg az volt a döbbenetes, hogy egy összkerekes autó ilyen gyorsulást produkál, nyilván nem az összkerekessége miatt, hanem hogy egyszerűen odalépsz, és így a végtelenségig tolna, tehát tényleg így az van. Nem fogy el. Hogy így, igen, de hogy még így meg se rezzennek, hogy így tökre nem érdekli az, hogy milyen tempóról akarsz gyorsítani, gyorsít. Nyilván a PDK az remekül dolgozik. Csináltatok vele álló rajtot? Nem. Minden Porsche rendezvényen van egy launch control autó, hogy kiraknak a térre, és úgy bele is nyomjad, és nyomjad, és nyomjad. És mi legutóbb voltunk azt hiszem 45-en egy ilyen rendezvényen, és mindenki kapott vele 3-4 kilövést. Tehát így nap végére az autót így 120-szor robbantották rá azt a 800 Nm-t, és semmi nem szakadt el, semmi nem melegedett túl. Csak így tényleg így álltunk, így csináltuk ott a különböző programokat, és folyamatosan ezt lehetett hallani a háttérben, hogy ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-pá. Végtelenszer. Végtelenszer, és nem múlt el. Hát ezt hívjuk bátorságnak. Az úgynevezett megcsinált termék. Igen, és akkor hát igazából, mivel hogy a tempó úgy összességében nem volt semmihez sem közel, ami diszkomfort lenne, így azért nyilvánvalóan lehetett próbálgatni azt, hogy picit a PDK-val váltogatok oda-vissza, megélem nem a hangját. Nem érdemes, így rájössz, hogy jobban tudja. És rájössz, hogy sokkal jobban, és hogy igazából a hangulatban tényleg lehet azzal hozni, hogy a fülön kattintasz egyet a kormány mögött, és mire a rugó visszanyomja a gombot, addigra az autó abban a fokozatban van. Igen. És ha igen, ezt kétszer igen, csinálod meg, akkor kétszer csinálod meg. Így, tehát, hogy... És hogyha nem akarod, hogy elváltson, mert éppen keresztbe csúszol, akkor nem vált el. Szóval tökéletes tényleg. És akkor ugye átmentünk a GT3 vonalra, ami ugye egy papíron gyengébb, de szívó, és ebből adódóan kiszámíthatóbb, sokkal nyersebb. Nekem mondjuk nem ez jutott eszembe. De tényleg, amit az autó 6 és 9 ezer között művel, az minden csak nem kiszámítható. Jó, igen, de hogy így, tehát nyilván ott elszórakozol abban, hogy azzal, hogy ugye megtartja magát abban a tartományban, hogyha odalépsz neki, és csak nyomod a padlót. De valahogy mégis, tehát hogy azért a Turbo S-nél azért megvannak azok a tipikus feltöltött motor jegyek, amik ugye... Jó, hát 2000 alatt egy kicsit tényleg szarabbul megy, ott csak a földrevegő rakétával legyen érték. És ez egy föld kicsit kifullad. Föld kifullad, igen, hát 7000 fölött már azért érdemes elváltani. Bezzeg a GT3-at meg beleküldöd a 8600-ba. Hát és az igen, tehát tényleg a GT3 az a megdöbbentő, hogy 6000 fordulat fölött még kapsz egy komplett turbodízel formondeóny fordulatszemtartomány. Tehát, hogy az autó az onnan még annyival hátra, mint amennyi tényleg egy modern turbodízelben van összesen. Igen. És hát nyilván az egésznek az ércessége, meg az egésznek az a jellege, ami ott magas fordulaton történik, az azzal a hangulattal kombinálva, amit egy ilyen kagylóülés, meg egy ilyen bukócső ad, az azért egy életre szóló élmény. Életre szóló élmény, és egy kicsit így hipnotikus is. Tehát, hogy én az Isztambulringen vezettem ezt az autót, szintén felvezető mögött, az volt a mákom, hogy én mentem az instruktor mögött, és nyilván az én tempomhoz igazodott.
azaz a pálya felénél meg kellett állnunk, hogy bevárjuk a többieket. Nem azért, mert én ennyire tudok vezetni, hanem mert ennyire jó az autó. Tehát, hogy ennyire adja magát a mindenre. És tényleg így ülsz, és az egyetlen analóg műszer előtted az egy ilyen 9000-ig osztott fordulat szemmérő. Így van, igen. Annyira apokaliptikus az egész, hogy így nem az utat nézed, hanem azt a fordulat szemmérő, azt az órát nézed, hogy legyen meg a 9, és mindig megvan a 9, és egyszer majdnem beledurrantam az előtte menőbe. Most le fog forogni, de közben olyan hangja van, hogy nem tudsz nem ráfigyelni, tényleg. És egyébként az utolsó 500 fordulat az, ahol tényleg kiadja azt a hangot, amiért oda mentünk. Igen, tehát, hogy... igen, elolvasz tőle, tehát tényleg tudod, ez nem a mi világunkban létező csaj, akit így látsz az utcán, és tudod, hogy észre sem venne, szóba se állna veled, de hogy így mégis valahogy így elbűvöl, hogy létezik, és hogy csodálatos, fantasztikus. Valószínűleg az is szerepet játszik az egész élményben, hogy jóval kevesebb szigetelés van ezekben a GT modellekben, mert a GT3-ban meg a 4R-esben, tehát hogy igen. Amikor a Turbo S-ből kiszállsz, akkor konkrétan azt érzed, hogy elmentél a boltba az Audiddal, és közben akár hallgathatnád a burmestert is, ahogy valahogy ott Diana Krall beleénekel a füledbe, és azt érzed, hogy most egy nagyon jó érzed magad, és akár lehetnél a nappalitban is, és kiszállsz, akkor még meleg volt, kiszállsz, és akkor így, azért ezt most érzem a fejemen, érzem a gyomromban. Igen, és nem kell megcsinálni a showt. Tehát mondjuk egy jeles Audinál meg kell csinálni a showt, hogy te érezd, hogy miért fizettél annyi pénzt, hogy az csináljon dolgokat. Egy ilyen GT3-ban, nincs show. Az. Igen. Nem kell rájátszani, mert az autó a lénye a rájátszás maga. Igen. De ugye, hogy a turbónál meg azt kell csinálni, hogy az autó meg egyébként csak egy autó legyen, ami téged elvisz A-ból B-be, és tök csöndes, és egy luxus autó szintet kell, hogy nyújtson. És ezt igazából tudja is. És ezt igazából tökéletesen tudja, és egyszerűen nem fogja föl a tested azt, ami ott történik abban a pillanatban, egészen addig, amíg ki nem szállsz, és meg nem érzed, hogy milyen G-erők hatottak rád az elmúlt percekben. És ugye ez nincs meg annyira a GT modellekben, mert ott ugye már eleve a kevesebb zajszigetelés meg a többi miatt ez így körülleng, és átérzed, és veled van. Az egy úgynevezett őszinte dolog. Befejeztétek a GT-sorozatú Porsche még a GT-4-es ömlengje már el. Azt a sztorit még én sem hallottam. Csak akkor megint kimegyek. az van, hogy igyekszem... Mi van, hogy a Teslánál jó, és akkor egába lesz. Igen. Igyekszem azzal óvni a saját lelkemet, hogy amikor arról van, hogy valaki más megy GT-Porsche-kkal a Hungaroringen, akkor... Tehát mindenkinek sokkal könnyebb úgy fenntartani a jó viszonyt, ha bizonyos dolgokról nem tud, és akkor ugye nem fájja, hogy az el is tartja. Na de, GT4-es. Ez most a kis középmotoros Porsche, tehát a tetővel szerelt Boxsternek a legdurvább változata. Így van, tehát ez a viccelődhetünk rajta, hogy ez már viszont tényleg nem egy bogár, és igazából a középmotornak a... Tehát ugye... Mindannyian vezetünk már MR2-t. Mindannyian, persze. Hát, ti is, kedves hallgatók, mindannyian, mert ki ne vezetett volna MR2-t. Úgy. Sőt, várjál, mondok rosszabbat. MGF vagy TF meg volt? Meg olyan volt vezetni, mint egy túlpakolt Ford Transitot. Körülbelül igen. Úgy is ment, meg úgy is kanyarodott. Úgy is mozgott, igen. Igen. Na, és hogy nekem alapvetően, oké, az MR2 egy zseniálisan kurva jó autó, ezt aláírom, de hogy alapvetően én nem voltam annyira ráizgulva erre a középmotor témára, mert hogy így igazából egyrészt nem is voltam hozzá szokva, másrészt értem, meg ugye mondják azt is, hogy hát azért megvannak a maga hátrányai is, hogy amikor viszont már túl vagy egy ponton, akkor nagyon túl vagy egy ponton. Itt sokkal inkább az egésznek a jellegét lehetett megérezni, hogy milyen az, amikor így azt érzed, hogy a vállad mellől szívja a levegőt, és a feneked alatt forog a főtengely konkrétan. És olyan, igen, és ez is egy 500 lóerős szívómotor. Így van. Egy nyomasztóan pici autóban. Aminek lehet, hogy csak én gondoltam azt, hogy jobb a hangja azért, mert alattam van, de hogy itt tényleg az egésznek ez a fajta ilyen materiális jellege, ez annyival jobban kijön, mint a 911-ből, hogy az valami döbben. Ez igazából egy tök természetes folyamat, hogy a 911 vásárlók egyre öregebbek, egyre nagyobb a hasuk, egyre kényelmesebb autókat kell nekik gyártani. Tehát egy evolúciósan most már a kisebb... Most akkor azért azt fejtsük csak kérjesztetesebben, hogy van ez? Figyelj, az öreg embereknek van sok pénze. Ez egy ilyen nyomasztó világ.
Hát ideális esetben, bár azért én így hirtelen meg tudnék nevezni 3,5 millió magyar nyugdíjas, aki nem biztos, hogy ezzel a mondattal mindenben egyetértene. Jól van, na. De... Walter Csabi udvariasan kikerülte azt a kérdést, hogy melyikkel tudna jobb köridőt menni a ringen. A 911 GT 3-mal, vagy a Cayman 718 GT 4R-essel. Jézusom, de hosszú a neve, várjunk. Igen, igen. Na szóval, hogy egy ilyen tök természetes folyamat, hogy a kisebb, könnyebb, feszesebb autóból csinálják az igazán durva sportváltozatot. De én is valószínűleg tartom, hogy igazából nagyon sok versenypályán gyorsabb a kisebb, de hát ez nyilván nem számít, csak amikor a kocsmapultnál este megbeszélitek. Én azt tudom, hogy eddig akárhányszor vezettem úgy Porsét, hogy volt 911-es Cayman is közöttük, mindig a Caymanban éreztem magam még jobban. És ez egyébként nagyon sok esetben egyáltalán nem jár együtt azzal, hogy melyik a hagyományos értelemben vett jobb, vagy komolyabb, vagy gyorsabb autó. Tehát nagyon sokszor szórakoztam úgy jobban a Caymanban, hogy egyértelműen lassúbb volt, mint a 911. De én továbbra is azt tartom, hogy ezeket a járműveket ideális esetben élvezeti cikknek vásárolja valaki, és az élvezeti cikkeknél az az egy dolog számít, hogy milyen szórakozást biztosít, és teljesen felesleges az összes többi. Nyilván nem fogod te megérezni azt, hogy a Wisman package-nek a szövet ajtó behúzója az most... A Wisman összesen... az egy autógyártó szerint, a Weissach-ra gondolsz. Weissach. Mindegy, egyik V betűs. Mindkettő gyors, könnyű, kemény. Weisswurst. Jól tudják a németek. Szóval, hogy nem érzed meg ezt a... Van neki most a Weisswurst, meg így az egy kurva vicces felszereltségi színnél lenne. A kínai A8-asokban van rizsfőző, kurvára lehetne egy Weisswurst sütő vaslap a 911 anyós ülés előtt. Akkor szívesen eltudnám a kormányt. Igen. Na de, igazából az van, hogy nekem van egy visszaeső 911 tulaj ismerősöm, akivel minden alkalommal, amikor 911-est és Caymant vezetünk, arra jutunk, hogy igazából nekünk földi halandóknak a Cayman egy sokkal jobb autó. És erről is azt szoktam mondani, hogy igen, maximálisan egyetért, de a 911-esre áll föl mindenkinek, és... De az nem szégyen. De az nem szégyen, igen. Én azt mondom, hogy ezt embere válogatja. Én az újak közül kívánni és a Caymant kívánom ezért jobban. De ez... Tehát mit tudom én, a fajfenntartáshoz kapcsolódó ingereket is tök más aktiválja különböző emberekben. Tehát. Hát meg te ezeket vezetted. Igen, és akkor... Lehet, hogy nem vezetted volna, akkor te is ugyanúgy a 911-est kívánnád. Egy óra ömlengés után hadd zárjam le egy negatív Porsche-s élménnyel. Na! A kört én vezettem versenypályán Cayenne Turbót, amin a Wolfram Carbide fék volt, hát Vidia. A Wolfram Carbide fék volt, ami hát nagyon-nagyon kemény felületkezelés, és emiatt kevéssé porol. De hogy nem is fog úgy, meg nem is annyira terhelhető, és én nap végén az utolsó újságíróként kaptam meg versenypályán a Turbo GT-t, és hát az utolsó autó voltam, hiszen sejthetően a Turbo GT a leglassabb, vagyis nem Turbo GT, a Cayenne Turbo a leglassabb autó mindközül, és senkinek nem kívánom azt az érzést, amikor a hosszú egyenes végén két lábbal áll az amúgy elég nagy fékpedálon, és gondolkodik azon, hogy ez a lassulás, ez az előtte menő Cayenne Turbo SE hibridnek a segében fog befejeződni, és egy ilyen kisebb afrikai ország éves büdzséjét nullázod le azzal, mert hogy nem akart megállni. Tényleg nem akart megállni. Hát ezek nagyon szomorú pillanatok tudnak lenni, és ráadásul a modern ESP-k ilyenkor azok meg is próbálnak segíteni, hogy a pánikfék rásegítőből még egy kivezérelnek, még egy-két utolsó tized bárocskát megpróbálnak ráküldeni a fékköre, hogy hát, hogyha azzal segít az egyébként elmelegedő féken. De nagyon szomorú, hogy ilyenkor az már az általában se segít. Igen, a hotdogkolbász virsli pörgető sütő ízé, az. Nekem a legkellemetlenebb elmelegedő fék élményeket az utóbbi években azt hogy nem Teslák okozták, amikor a Model 3 performance-el voltam. Már esőben is elmelegedett, de azzal az volt, hogy igen, ugye esőben voltam kint vele egy Hungaroringi Time-eteken, és ott is, hát már nem emlékszem fejből, mert ez egy 2 éves sztori legalább, vagy 3, de az a lényeg, hogy ott is talán 2-3 kört bírt, de mentségére szolgáljon az akkori Model 3 performance-nek, hogy azok olyan fékek voltak, amiket korábban végignyüstölt már a fél magyar sajtó, vagy legalábbis nagyon sokan, ugye a H. András alatt szolgáló ilyen szolgálati Model 3 performance volt, és azt hiszem, hogy addigra a speedzone-osoknál is volt, tehát talán Pistának is lehetett benne néhány taposása, és mi, akik ismerjük Pista koordinációs szokásait, hogyha autóval gyorsan menésre van szó. Nem veszi-e?
Nem veszi el, illetve amikor meg már muszáj elvenni, akkor viszont erősen odaadja a másik pedálnak. Tehát ott az biztosan dolgozott az a fék, és úgy volt rossz. De aztán mentem másik Model 3 Performance-el másik versenypályán, ami a fékeket sokkal kevésbé terheli, az Euroring, és igazából ott is pár kör után elfogyt, tehát ezt sajnos tudomásul kell venni, hogy ez nem volt tervezési szempont, de most már lehet vásárolni hozzá egyébként a gyárból is egy kicsit komolyabbra csinált fékrendszert, ami egyébként még mindig nevetséges versenypályára. Most, hogy meglovagoltuk ennyire a hedonizmust, térjünk át a népi autósportokra. A tappal kezdünk, ahol nem melegszik el a fék, vagy Petőfi bányán, ahol szintén nem melegszik el. Kezdjünk a tappal. Kezdjünk a tappal. Spoilerezzünk a tappból? Spoilerezzünk a tappból mindenféleképpen. Mert te ott voltál a tapp forgatáson. Az egyiken, a kettőből. A másikon azért nem voltál ott, mert Porsche-ztál. Rohadjak meg. Én akartam mondani, de örülök, hogy kivetted a számból, így csökkent az ereje. A tapnak a szerkesztőségünk tulaj a pályán nevű népi motorsport műfaját most hívjuk. Már nem lehet lakossági szlalomversenysorozat. Nagyon sok embertől megkaptuk, hogy miért hívjuk lakosságinak, amikor ide ilyen autóversenyzők jönnek versenyautókkal. De van magyar lakcímkártyája az illető autóversenyzőnek? Van. Hát van. Akkor ő a lakosság tagja. Ez így van, viszont az is igaz, hogy én nagyon szívesen hívtam 18-19 éves srácokat az apukájuk J-asztrájával, csak azt a kedves olvasóink, akik panaszkodtak a lakossági jelleg miatt, nem nézték meg. Ellenben, amikor mondjuk egy nem is tudom, Besenyei Zolit hívunk, őket megnézik. És ugye nyilván egy műsor akkor tud létezni, hogyha van neki közönsége. Szívesen elautókáznék ott egész nap mindenféle utca emberével, csak hát azt tartok tőle, hogy a nézők. Kimenni oda a Zsámbéki útra és leinteni valakit, hogy héte a lakosság tagjának tűnsz, nem akarsz menni egy kört a driving campen? Mi? Egyszer a pizzafutert küldjük körbe, ugye minden adás, tehát minden forgatási nap fél idejében tartunk egy ebédszünetet, amikor a pizzafuter kihozza a kaját, és legközelebb küldjük körbe a futert. Ez egy nagyon szép gondolat. Kurva jó gondolat. Nyegleófor főszerkesztő. Igen, de várjál. Ez most olyan, mintha az Ákosnak így próbálnám fűrészelni a frissen, még meg sem melegedett székét. Nem erről van szó? Nem, de várjál. Ugye határozottan rugalmasak vagyunk, mert nagyon jól haladt a múltkori forgatás, az időbeosztás kivételesen nem megcsúszott, hanem jobban sikerült, mint szokott, amit azért ez az iparág ritkán lát. Ezért volt ott egy szabad 40 percünk, hogy fel kéne venni egy adást. De ki legyen az? Úgyhogy mondtuk, hogy Roland, de jó, hogy itt vagy a kettes fókuszoddal. És nyomasztóan jó időt ment. Igen? Igen. A 2 literes dízel, 6 sebességes kettes fókusz kombi, az néhány tizedre van kis Norbi idejétől. Hoppá, én egyébként Rolandon mindig is láttam, hogy ott ő komolyan veszi ezt. Tehát, hogy ő egy nem elhivatott illető. Igen. Kérdeztem tőle, hogy miért nem esetleg Hondát, Volkswagent vagy egyéb autót vett, hogy miért kötött ki a fókuszon, és akkor Roberto azt mondta, nem káromkodhatok. És volt néhány nagy pillanat, de hogy rohadt jó kört ment, ez tény és való. És annak ellenére, hogy azért azt mondja, hogy ez nem számít sokat, de azért az, hogy ő látott már nagyon sok forgatást, ő rakja ki a pályát, azért nyilván lejárjátok, meg lejárjuk. Igen, a track walk fontossága, hogy nagyon sokszor begyalogolta. Tehát, hogy nagyon sokan esküsznek arra, hogy ez fontos. Egyébként szerintem még mindig ott tartunk, ugye itt az történik, hogy megérkezik egy aspiráns, és akkor gyakorlatilag kap két gyakorlókört. Igen. Újabb mély belégzés. Szóval megérkezik az illető, megy egy kört, utána megy, ugye mentek egy kört, tehát anti és az ember megy egy kört, utána mehet két kört az illető. Számomra ez a műsor egyik legizgalmasabb része amúgy, mert megérkezik valaki egy rendkívül vágyott autóval, és akkor megkérdezem tőle, hogy körbe viszlek a pályán. Körbe vigyelek az én autómmal, vagy a te autóddal vigyelek körbe. És akkor ez a tulajdonos vérmérsékletén múlik, hogy rám bízza-e a féltett autóját, vagy megyünk a Mazdával. Én igazából mindkét részét nagyon élvezem. De hogy az van, hogy sokszor még az éles körben sincs meg teljesen az embereknek az, hogy most akkor merre kéne megkerülni azt a bóját. De szerintem ez ilyen általános ilyen szalomverseny helyzet, hogy van, akinek ez így jön, tehát ilyen zsigeri alapon működik, és tudja, hogy ott balról kerülök, a másik oldalon meg jobbról. Van, akinek meg hiába rakod ki elfektetve a bóját, hogy mellé, hogy lássa, hogy nem onnan kell kerülni, vagy bármit csinálhatsz, lehet bármilyen egyértelmű, igen, el lehet téveszteni. És én védelmébe venném ezeket az embereket, mert a druk, a vizsgadruk, hogy pörög az óra, hogy mennek a kamerák, az ugye nagyon sokszor felülírja még amúgy
intelligens és összeszedett embereknek a tudatállapotát is. Tehát én most voltam egy olyan szlalomversenyen, ahol másfél kört kellett menni, és annyira éreztem magamban a bugit, hogy elkezdtem egy harmadikat is, és hát ez nyilván azonnali pályatévesztés és érvénytelen kör. Mindegy, nem ez a lényeg, tehát hogy ez egy nagyon más tudatállapot, és emiatt megvédeném a részvevőket, akik igen, eltévednek. Van ebben egy feszkó. Biztos, hogy van ebben egy feszkó, és ugyanaz, hogy amit mondasz a vizsgatruk, hogy ahhoz lehetne talán a legjobban hasonlítani azt az állapotot, ami akkor történik, amikor tudod, hogy erre vártál, van egy lehetőséged, kijöttél, fölkészültél. 60-70 ezer ember meg fogja nézni. Igen. Ráadásul értelmesen kell beszélned előtte, utána. Tehát ez egészben van egy olyan fajta természetellenesség, ami azért ezt nehézé teszi. És hát nyilván azért ez nem is mindenkinek jött össze. Spoilereznék, hogy milyen autók lesznek a Turaja pályánban még, mert szerintem ez nagyon érdekes. Meglehetősen eklektikus a dolog. CTSV. CTSV, Istenem, mindenki, akinek van pénze M5-re és nem CTSV-t, az... Na. Igen. Na most legyen nagy. Igen. Az buta. Annak nincs igaza. Annyira jó az autó. Úgy, de Istentelen jó az az autó. De hogy M5 sem rossz, mondjuk. Hogy juthatott el az autóipar oda, hogy egy Cadillacről áradozunk így? Nem tudom, de ez az autó, ez nem olyan, mint az alapértelmezett V8-as német sportszedán. Ez így él alattad. Így mész vele, és dolgokat csinál, meg vannak érzések a kormányon, meg történik benne móka, meg... Ez jó. Van neki... íze, bűze, nagyon-nagyon egy ilyen... Megvan benne az a bugi, hogy ugye a hátsó kerekére ad le, hány... 600 végtelen lóerőt, tehát nyilván igen. Épp pont ez volt a másik ilyen porsis gondolatom, bocsánat, hogy így az, hogy egy autó most 400 vagy 600 lóerő, az igazából 200-tól 300-ig lehet, hogy számít, de... Amúgy full mindegy, és akkor így a hátsó kerekein pont annyi slip, hogy így érezd, hogy azért vigyázz magadra, bátyja. De azért azt hozzátenném, hogy ugye mérjük azt az időt, ami a rajt első fotocellája és a második fotocellája között eltelik. És a nyomi hátsó kerekes Cadillac CTSV-nek volt a második legjobb az ideje. A TDC fókusz után megkérdeztem, hogy az első bójasorig csak füstölni fog alatta a kerék, és semmi más nem fog történni. Nem. Ez az autó, ez elrajtul, és leteszi az erejét. Ez le. Van igen. Benne egy 6-2-es, egy vezérbütengelyes nyomórudas motor. Tehát, hogy annyira jól találkozik a kőbalta a modern autósággal, hogy a kőbaltaság részétől megvan az íze. Igen. A modern autóság részétől meg jó. És ez az, ami a német sportszedánokból szerintem kiveszik. És nem nagyon prostó belül? Nem. Hát egy insignia belseje, de most... De egy jó insignia. Egy jó insignia belseje. És az volt, hogy ugye mentünk vele egy host, én bennültem hátul, srác vezetett, nem az Anti, és Anti mondta, hogy hol kéne fékezni, és így én így gondolkoztam azon, hogy hát azért most már talán szólni kéne, hogy itt talán már nem kéne nyélen menni, mert mindjárt ott van a bójasor, és hogy ez hogy fog elfordulni, és így látod, hogy a srác az így tényleg így két ujjal így eltekeri a kormányt, utána a másik irányba, megint a másik irányba, és megcsinálja az autó. Igen, egy ilyen velőtrázó a jó élmény. Tehát, hogy valószínűleg azért, mert semmit nem vártam ettől az autótól, senki semmit nem mondott nekem ettől az autótól, és csak így belőltem, és egy ilyen velőtrázó a jó volt. De most akkor egy kicsit spoilerezek. Tehát a jövő keddi adás az Weber Gábor, egy Megane-es trofi R-rel. Ugye ez a hátsó ülés nélkül nagyon kikönnyített változat lesz. Azt ő hozta? Igen. Ez nem az ő saját autója, de ő hozta. Lesz Nissan Skyline GTR az R33-ból. Békés Dóra, ugye már volt égéstér vendég, egy Jetta 1.4 TSI-vel jön, amivel lesz egy meglepetés köre, amikor az anyós ülésről vezet. Az döbbenetes volt. Nagyon szar volt nézni, de a bolyadöntés nélkül körbe vett jó idővel, úgyhogy az anyósról vezetett. Igen. Lesz egy Mazda MX-5 NC, ami nem azért hívtam, mert MX-5, hanem mert, hogy szerettem volna endorszolni a női tulajdonosokat a pályán. Van itt valaki, aki ezt neki elhiszi? Nem? Senki? Sehol? És jött egy csővázas szlalom versenyautó, amit egy Dobos Tibor nevű autószerelő épített, Úristen. Aki azt mondta, hogy ő kipróbálta az Ariel Atomot, és az neki nagyon tetszett, de egész életében elsőkerekessel ment, úgyhogy épített egy elsőkerekes Ariel Atomot, aminek az első diffie az egy Opel Omega hátsó diffie, és egy Kawasaki ZX-10R motor van benne, ilyen 170 lóerővel, 406 kiló
megtankolva a jármű. Ami lényegében csak a motorból és az Omega Diffiből kész is van. Igen. De azon kívül már más nem nagyon fér bele ebbe, igen, a limitbe. Többszörös szlalombajnok az úriember, és szerintem ebben tényleg az volt a nagy dolog, hogy nem egy autót állt neki tuningolni és átépíteni, hanem meghúzta az első vonalat a tervező asztalon, és csinált egy autót a semmiből. És pokoli gyors lett. Ami még van, a Subaru Impreza VRX Nigel Stately-től, őt hát rádiós DJ, előadó, mellesleg teljesen megszállott szubarista. A másik szubarunk az egy Justy Turbo, Amon Olivertől. Aztán lesz egy Tesla Model 3 Performance varázsfutóművel, ezt a Tesla Toon hozta ki, Jugovics István, azaz Jugo, akit a Red Sun-tól ismertnek sokan. Lesz Toyota Altezza RS200Z, és lesz egy mentőautó. Egy rendes, nagy Mercedes Sprinter mentőautó, aminek a teljes legénysége bent ült, teljes személyzete bent ült a kör alatt. Jézus úristen, akkor nagyon hittek azért abban, hogy az a súlypont, az ki van számolva. Démoni, én is beültem egyre, démoni érzés a mentővel gyorsan menni, de megcsinálták, és szép időt mentek. Szirénáztak közben? Szirénáztak természetesen, megkértem őket, így van, és volt pont egy gokartos edzés, ahol kisgyerekek voltak jelen, és hát nagyon örültek ennek, hogy szirénáztak. És utána megmutatták a mentőnek a teljes belsejét, meg beszéltek ennek a munkának a pozitív és negatív oldalairól, szóval az egy jó adás lesz. Valamint velünk volt Zsozé atya, streamer, gamer, erről a platformról például, ahol most vagyunk, ismerik, és ő pedig hát gondolkodott rajta, hogy a Challengerét hozza el, vagy a Dodge Ram Night Edition-jét, de végül a Dodge Ram-et hozta el. És ebből rögtön ki is derül, hogy miért van az, hogy minden gyerek mostanra, ahelyett, hogy űrhajós akarna lenni, meg orvos, meg vadász, csak streamer akar lenni. Az összes. Igen. Igen. De tehát velünk volt a szerkesztőség pikapistája, Nyeg Leo, aki most ott a Stream Deck túloldalán intézi az adás működését, és elmentünk kipróbálni Zsozé atya pikapját, mert csak így a kezünkbe nyomott egy kulcsot, hogy menjetek egy kört, próbáljátok ki, és áthajtottunk egy ilyen betonvizes sárkon, ami egy behuppant az autó, meg kihuppant az autó, és egyszerre szakadt ki mindkettőnkből egy bassza meg, mert az alvázas teherautó annyira finoman rugózott, mint egy merci. És így nem értettük, hogy most mi van. De ez alatt milyen futómű van? Hát hátul merev tengely, elől kettős keresztrengőkart, amúgy meg laprugó. Bocs, fia vagyok. Tekes, légrugó. Légrugó. Nem ja, légrugó. Légrugó. Tehát egy rendes légrugós futómű van, emelhető, sülyeztető, meg minden. Szóval, hogy egy nagyon erős felhozata van. Igen, de egy nagyon, nagyon jó adásokat hoztunk össze, én úgy érzem. Tessék, Dodge Ram a cégé. Ja, azért nyilván az egész. Az azt jelenti, hogy 800-ért kell betankolni ráadásul. Igen. És Zsozé az így ugye Debrecenen túl lakik egy kisvárosban, és onnan így, mondom, nyugtass meg, hogy van valami más dolgod is, és hogy azért autózol ennyit. Nem, följövök, hát most mi? És följött. Nagyon kedves volt tőle, és nagyon hálásak vagyunk neki ezúton is, szóval lesz most vitamin a tulajapályában, úgy érzem. Én azt javasolnám, hogy ezzel forduljunk is rá a következő tulajapályánra, mert aztán el kell búcsúznunk, mert igen, és most túllövünk az egy óránkon. Küldök Nyeg Leónak egy linket, amiről bizonyos képeket majd legyen kedves megmutatni. Tessék? DC-nasra küld. Mire küldjem? DC-nas, Total Kárnas. Az nem tudom, micsoda. De belemormogjuk ezeket a dolgokat itt közben, a legnagyobb szakmai titkokat a mikrofonba. Aztán. Mi történik a Porsche-nél, hogy 2025-ig nem kapható náluk RS modell, kérdezi Factwitch a Twitch-en. A csóróság, beütött a csóróság. A nagy általános csóróság, igen, az infláció. Ugye a legtöbbnek az óriási nyűgje, vagy nem tudom, tehát hogy ahogy megveszed, már többet ér. Ez így volt 10 éve is, meg szerintem régebben is így volt, és emiatt nyilván egy olyan túlkereslet van rá, ami gyakorlatilag önmagát generálja. Tehát ugye ahogy telnek a várólisták, úgy egyre inkább értékesebb, ha már létezik, és a tied, és ez egy öngerjesztő folyamat. Amihez nyilván az kell, hogy a Porsche nagyon jól fölmérje a piaci igényeket, és eleve rögtön kevesebbet gyártson, mint amennyit megvennének. Tehát ez sose véletlenül jönnek ki így a matematikában a dolgok. Nem szeretnék ilyen apokaliptikus jóslatokba bocsátkozni, de igazából az van, hogy ez egy Skoda Octavia-ra is igaz, hogy 2025-ben tudod átvenni. Mostanában igen.
már 23. De az RS, vajon az RS-t? Octavia RS-t? Gondolom, azt is hamarabb, mert igen. Most vezettem egy Octavia RS-t, és nekem tök jó élmény volt. Azt a következtetést vontam le, hogy az épeszű ember Volkswagen-je az az Octavia, az a, az a Skoda. Épeszű? Ojjaj. Ojjaj. Antti, te keresed a bajt, mostanában úgy érzem. De Volkswagen-jük van, most ide jönnek meg. Jársz valami küzdősportra? Gyakorolni szeretnél? Igen, az életharc. Igen. Nos tehát, lakossági tulaj a pályán, itt majd mindjárt lesznek képek, hogyha sikerül megoldani, majd Nyegló bejátsza. Az van, hogy volt egy szerkesztőségi összejövetel pár héttel ezelőtt, amikor jelen volt Ágó Béla is, aki nekünk műszaki szakemberünk és a prezentere az erőmérőnek, amúgy meg a Magyar Szlalom Szakág vezetője. És mindent meg is tesz azért, hogy népszerűsítse ezt a... És mennyire profi, hogy nem azt mondja, hogy a TAP egy szlalom verseny, hanem hogy a szlalom verseny valójában egy TAP. Jaj, nézd, egy ismerős jármű. Szóval, az történt, hogy Petőfi Bányán született, ez 60-tól pár percnyire egy... Amit Ágó Béla. Ágó Béla, igen, egy kis bányászváros, és azt mondta, hogy neki nagyon fontos, hogy itt autóversenyt rendezzen, meg pedig azért, mert hogy ő is gyerekkorában itt látott először autóversenyt, itt fertőződött meg, itt jött rá, hogy ebben mi a jó, és innen indult el az a karrier, ami hát nyilván abban teljesedett ki, hogy most egy mérnök egy autógyártónál, amúgy meg a szlalom szakágnak ilyen vezető alakja, mindegy is, és rendezett ide Petőfi bányára egy városi szlalomverseny futamot, és ez tényleg egy városi szlalomverseny futam, tehát van a városnak egy ilyen kis betonos tere, aminek az egyik oldala volt a góltribün, ez volt a lépcső feljárója a bűvháznak, ezt majd Nyegló mindjárt bejátsz, a másik oldalt meg volt a VIP tribün, ami pedig a helyi kocsma, az annak a teraszával. És ez mint egy ilyen katlan képzett, és a katlanba pedig kiraktak egy olyan pályát, hogy hát nyilván mindenki keresztbe hosszába autózzon, és nagyon sokan volt néhány szlalomversenyző is, tehát akiket ismerek más szlalomversenyekről, de a többség szerintem inkább azért jött, hogy szórakozzon és szórakoztasson. Tehát rengeteg Lada és BMW jött ki azzal az attitűddel, hogy ő itt most egy centit nem fog egyenesen menni, amit a nézők és a városlakók amúgy imádtak. És annyira jó, hogy ez még egyáltalán létezik. Tehát 2022-ben egyáltalán nem magától értetődő, hogy vannak még így valahonnan előjönnek a padló repedéseiből. A sötétre kimerészkednek a keresztben csúszkálni szerető ladák. Hát én abban bízom, hogy ahogy ez egyre inkább az évek alatt eltávolodik. Rézmányi Balázs képeit láthatjuk, itt éppen egy pályajáró bicikli. Ez egy klasszikus, eredeti kemping. Ugye a szlalomversenyre én mondjuk rollert szoktam vinni, vagy longboardot, mert viszonylag kevés az idő a gépátvétel és a rajt között, és hogy minél többször le tud járni a nyomvonalat, ezért kell valamilyen eszköz, amivel tudsz menni. Szóval én azt remélem, közönség... hogy ahogy ez a hagyományos közlekedésből egyre inkább kiveszik ez, hogy csapatunk erre arra, mert ugye hát gyakorlatilag lehetetlen most már, úgy egyre inkább lesz ennek az ilyen jellegű rendezvényeknek szeretném mutatni a Trabantot teliszlikken dupla stabruddal. Tehát ő nem egy vastag stabrudat épített be, hanem ha felteszem két gyári stabrudat épített be. Azért, hogy az ezt csinálják az MX-5-nél is, csak mondom. Hát vannak ilyen tervek. Azért sokkal jobb, mert hogyha ne adj Isten nem tervezett műszaki felülvizsgálatra kerül, soha nyugodtan mondtad, hogy ez gyári. Tehát innen. Csak kettő. Ha jól emlékszem, ki mondta, hogy nem lehet kettő. Ha jól emlékszem, Ágó Béla, igen, itt a műkörmös aznapra bezárt, de ha jól emlékszem, Ágó Béla megkért valakit ott a kocsma teraszon, hogy akkor legyen kedves rendet tartani, mert hogy az autósport amúgy veszélyes, és ez amúgy tök jól ment is az egész nap folyamán, és szerintem Fettel nem kapott olyan bíztatást a Hungaroringen, mint amikor a keresztbe csúszó BMW ott megérkezett a kocsma terasz elé. Igen, és mint látszik, én is azért kicsit dolgoztam, lesz majd ebből a videó, itt ez ugye az eligazítás. Ne sokat beszélgessünk egy olyan slideshowról, amit a fogyasztóink 90%-a nem lát, hiszen igen. A podcast hallgatás ez sajnos nem igazán hát barátja a diavetítésnek. De egyébként mi közben nagyon érdekes képeket látunk, gyönyerű képeket, ráadásul Rézmányi Balázs zseniális De hogy ami a videón egyébként látszott, amit majd felraksz, hogy ez tényleg full para? Tehát, hogy az van, nagyon hogy ilyen... para, iszonyatosan para. Tehát figyelj, ezek ilyen régi bányász társasházak. Tehát amikor Novot Tibivel, mert hogy Novot Tibi is jelen volt, Novot Tibivel reggel pályajárást tartottunk, akkor azt láttuk, hogy egy néni átsorgott kint a teraszon, otthonkában, és éppen teregetett és integetett nekünk. Most nem erre a részére gondolok, hanem technikailag.
Technikailag igen, mert hogy ugye ezeknek a bányász házakhoz ezek ilyen kis egysávos utak visznek, amik arra vannak, hogy leparkold az autót a ház melletti garázsban, egysávos forgalmat biztosítanak, van rajta csatorna fedél, 20 centire tőle van villanyoszlop, meg ilyenek. Erre gondoltam inkább. És igen. Jó. A futam nagy részét azt nyilván egyesbe teljesítettük, mert ez megint inkább egy ügyességi pálya volt, de ezen a nagyon szűk szakaszon konkrétan leforgott a kettes, még egy olyan gyenge autóban is, mint az enyém. Ezért javasoltam... 90 körül. Javasoltam Bélának, hogy Targa Petőfi bánya néven rendezze meg, hiszen a Targa Florio az lényegében erről szólt, hogy ilyen jellegű utakon, csak nyilván, hogy a Szicíliának időnként kicsit kinyílik a tér, és akkor ott lesznek rendes hegyi utak, de hogy ilyeneken szalmabálák, meg ott üldögélő nénikék és bácsikák között, sikátorok között verettek. És ez végig ilyen volt, és figyelj, a kultúrmisszió része az tökéletesen átment, mert beszélgettünk ott ilyen 15-6-7 éves gyerekekkel, hogy hát igen, most már jövőre meg lesz a jogsi, és akkor, hogy ők is jönnek mindenképpen, mert hogy ez mekkora buli. És így álltak ehhez az egészhez. Kérdeztem... Na jó, hogy... melyikünk keresi meg a miniszterelnökséget azzal kapcsolatban, hogy a Várnegyedben jövőre esetleg el lehetne egy... Mennyire istentelenül adná amúgy. Ugye mennyire adná az? Mennyire adná, igen. Szerintem annak is lenne idegenforgalmi vonzereje, kevesebből kijön, mint egy tűzijáték, sokkal szórakoztatóbb legalább a résztvevőknek. Meg lehet tartani esőben is. Tehát van egy csomó előnyös tulajdonsága. Igen, igen. Ez is volt egy pont, amikor elkezdett szakadni az eső, ezért az eleve nagyon poros, nagyon fehér aszfalt, amikor még vizes is lett, az akkor így átment ilyen teljesen jégpályába az egész futam. És mondta vélem, hogy hát tavaly szerencsére csak egy ember esett árokba, igyekeznek ezt idén alulmúlni, de hogy volt tétje, tehát hogy tényleg nagyon szűk volt, és nagyon el lehetett volna esni, de emellett rendkívül szórakoztató volt, és nagyon jó volt tényleg a milliója az egésznek, hogy ez egy ilyen, ami a slalom versenyzésben ugye amúgy is megvan, hogy egy ilyen rendkívül emberközeli és emberi dolog, ez most itt így ebben a környezetben még jobban megvalósult, és hogy szuper volt az egészet átélni, ott volt Bolla Gyuri a minivel, kijött a becsületes Nepper, bár ő nem indult, de megígérte, hogy fog. Bolla Tibi, Novot Tibi most először ment ilyenen, azt mondta, hogy panaszt is fog tenni a Continentalnál, mert hogy eltűnt egy szett hátsó gumia, és hogy érti, hogy ez hogy történhetett. Majd megtalálja a töltés oldalban, ahova belefúródott. Igen, igen, igen. Tehát egy nagyon rendkívül alapos bejáratást végzett el. Igen, azt mondta, hogy most, hogy össze van rakva az új motor, most el lehet kezdeni finoman terhelni. Igen. Szóval zseniális rendezvény volt, majd lesz róla videónk. Nagyon jól éreztük magunkat. És ha valaki kedvet kapott a népi motorsportban való részvételre, akkor nem is kell nagyon sokat várni, csak a hétvégén, vagy legalábbis azt a részéhez, ahhoz a részéhez, hogy hozzá tudjon szagolni, meg tudja nézni kívülről, hogy milyen, mert menni sajnos már nem fog tudni, mert beteltek a jelentkezési szlotjaink. De most hétvégén vasárnap, nyilván attól függ, hogy mikor hallgatod, tehát ébárnak kell lenni, de szeptember 11-én vasárnap lesz a következő esedékes parkolóparádénk. Így. Ami a sportautózás témaköréről szól, az a vezérfonal, amire felfűzzük az eseménysort, és így aztán van benne helyi szlalomversenyke, tehát ottani tulajapályán fordul, meg egy ehhez kapcsolódó mesterkurzusunk lesz, amit a Mihelis Mira csapat delegált versenymérnöke fog tartani, és a legnagyobb részt a futómű körül jár majd, tehát hogy van ez a dolog, amiről nyilván amikor egyfajta érési folyamat, ameddig egy autózás iránt érdeklődő embert elkezd mondjuk a motor, meg a kipufogó, meg az egyéb ilyen drámaibb dolgok helyett a futómű érdekelni, pedig valójában az, hogy egy autót mennyire élvezünk, azt messze leginkább az határozza meg, hiszen az mindig csinál valamit. Ugye a fék, csak ha fékezel a motor, csak ha gázt adsz, de a futómű az mindig ott dolgozik alattad az összes élethelyzetben, és hogy valamivel jó-e menni vagy nem, az tényleg 80%-ban abból jön. Szóval szerintem ennyire fontos téma rendes autóbuzériai érdeklődés mellett talán még nem is volt a mesterkurzusok történetében. Igen, a TAP pedig úgy lesz, hogy két órás etapja lesz, és most nem akarok szóvicén, de tényleg. Csak villanyautók lesznek. Mindenkitől elnézést kérek, és... tényleg, az én hibám, hogy válogatás szóval, nélkül már mindenkit beengedek az Ég és Tér stúdiójába. Szóval, 10-10 embert hívtunk be. Mindenkinek ebből a 10-10 emberből két-két kör fog jutni, mind a kettőt mérjük a jobbik számít, természetesen lesz nyeremény, mind a két szakasznak külön. Viszont, hogyha ezen a 10-10 emberen felül marad idő,
és azért vettük ilyenre, hogy maradjon idő, és valaki odajön, és szeretné magát kipróbálni a saját kézműves szlalompályánkon, az nagy eséllyel megteheti. Nem akarok ígérni, mert olyat nem ígérek, amit nem tudok megtartani, de az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy amikor odahívtunk bejelentkezés alapján embereket a tulajapályára, akár 60 városában, akkor mindig volt idő másoknak is. Tehát buzdítanék erre embereket, hogy gyertek oda, legyetek résen, és hogyha két autó támasztás között véletlen pont jól jön ki, akkor mindenki megmutathatja, hogy mennyire tud vezetni. Sok egyenes nem lesz benne. Ezt így mondom előre. De vasárnap délutáni programnak akkor is nagyon szuper a parkolóparádé, hogyha történetesen nem tapozol, hanem csak megnézegeted azokat az autókat, amik kint lesznek, amiknek egy része ugye az ugyanolyan látogatói autó, mint amilyennel te is jössz, de azok között is végtelenül csodálatos dolgok szoktak. Hát nem is, most már túlnyomó többségben lenni, tehát most nem, arra nem valahogy tudjuk, így úgy mentek a dolgok. Nem tudjuk eleget hangsúlyozni, hogy attól, hogy sportautó a tematika, nagyon szívesen látunk a céges Oktáviától kezdve a 25 éves F-Astráig mindennel. Tehát az, hogy most témát választunk neki, az csak nekünk segítség, hogy legyen egy sorvezetőnk, hogy mire hívjuk oda az embereket, meg hogy mire építsük fel a programokat. Ettől függetlenül mindenkit mindenfajta autóval, sőt, gyalogrolleren, biciklin, egykerekűn, mindenen várunk. Mert ez egy olyan buli, amin igazából az ember a lényeg. Mindig összejött szerintem eddig. Ugye legutóbb az a Ferrari volt hatalmas meglepetés, az alumíniumból kalapált 330-as. Én azt gondolom, hogy azért most is lesz olyan, amire nem számít az ember, de jó, hogy ott van. Úgyhogy remélhetőleg találkozunk minél többötökkel szeptember 11-én a Hung Expo-n vasárnap délután. Mindenki mással meg jövő héten, amikor ismét lesz égéstér. Addig sziasztok! Sziasztok! A műsor támogatta a használtautó.hu.